Nem hiszem el, nem hiszem el, hogy eddig kimaradt a Speedzone használt autó tesztek közül a Ford Mondeo, pedig ez egy meghatározó autó. Szeretettel köszöntöm a Speedzone használt autó nézőit, és mint látjátok, megint itt vagyunk az Eurofleet-nél, választjuk az autókat, hogy mit lehetne bemutatni nektek, és elsétáltam én is a Mondeo mellett, mintha ott se lenne, és akkor néztem rá, hogy Ford Mondeo-t csináltunk már? Nem, kimaradt a Ford Mondeo. Ez a negyedik generációs modell, ami egyébként egy nagyon-nagyon jó autó, de tipikusan az, ami mellett így elmegyünk az utcán. Egyrészt sok van belőle, másrészt pedig igazán nem hozott semmi olyan óriás újdonságot soha, semmelyik generációváltásnál, amire így odakapnánk a fejünket, hogy hoppá! Nem, ez mindig csak tette, amit tennie kellett, nem véletlenül volt népszerű autó, mindig is, és sajnos az sem véletlen, hogy múlt időben beszélek róla, ugyanis 2022-től meg akarják szüntetni a gyártását. Jól hallottátok, valószínűleg arról van szó, hogy csináltak marketing felméréseket, és a SUV kategória, én csak így szoktam hívni, tudjátok, SUV, tehát a Kuga és az egyéb társai a Fordnál is nagyobb népszerűségre tesznek szert, és nagyobb számban eladhatók, mint a klasszikus Ford Mondeo kombi, vagy ahogy a Ford hívja, Tournier, vagy Tourné, vagy akármi. A lényeg kombi. Mi kombinak hívjuk, nem Variant, meg nem Avant. Nálunk kombi. Szóval, és én azt gondoltam, hogy bemutatom ezt az autót, mert most jutott el oda, hogy egész jó áron, ugye kinek mi a jó ár, de meg lehet venni ezeket a kombi változatokat is, és családnak ez az autó nagyon jó. És meg is mutatom nektek, hogy miért. Nézzük meg legelőször a motorját. Eleve örülök neki, hogy nem itt az emblémán keresztül kell kulccsal nyitogatni, mint meg annyi Fordnál, hanem ez ilyen akasztós, amit persze nem találok meg, de mégis. És itt van a Duratorque. Ugye ez az a DV10FC, most beletúrtam az agyamba, hogy mi a kódja ennek, mi a gyártási kódja ennek a motornak. Ez a DV10FC modell, ugye a FC ez már a Euro 6-os és részecske szűrős blokk, nincs köze a Ford Pumához, tehát az ESD-hez, mert ez egy francia dízel motor benne. Több autóba rakták ezt a motort, például a Volvo-kba is, meg ugye nyilván Citroenekbe is, tehát a PSA koncern autóiba, és hosszú-hosszú évek folyamán még 8 szelepes hengerfejjel kezdte, ez már 16-os Euro 4, 5 és 6, 6D ezeket végigjárta, éppen ezért azt lehet mondani, hogy volt ideje meggyógyulni. Voltak az elején vele problémák, illetve nem is jól fogalmazok. Először nagyon jó volt, aztán egy picit problémás lett, és most itt a végére megint egy nagyon-nagyon jó motor. Common rail befecskendezős, elektronikusan vezérelve nyilván, vezérműszíjas, 16 szelepes. A mai példajelentésünkben egy ugyanilyen Ford Mondeo van természetesen, ami évjáratban is megfelelő, illetve 16-os, de ugyanez a kiadás, ugyanezzel a motorral. A gyártás után rögtön az első bejegyzés egy magyarországi sérülés az autóról. Utána még egyszer sérült volt szintén itt Magyarországon, és ugye a biztosító miatt ez bekerült ebbe a jelentésbe. Kilométeróra állás rendben van, végig felfelé megy, körülbelül 134, tehát ez reálisnak tekinthető az autó életkorát, használatát figyelembe véve, és igen, az első sérülés egy kisebb volt, 102.000 forint között, de 2021 6. hóban pedig már ilyen 2,5 millió forintos, vagy 2,2 millió forintos sérülés volt, az már azt jelenti, hogy elég jól összecsukták. A problémánk az, sajnos, hogy képek viszont nincsenek róla, tehát nem látszik, hogy mennyire volt sérült az autó, de a 2,2 millió forint az azért eléggé. Az eleje és oldala is sérült, ezért talán érdemes megnézni ezeket az autókat. Ha elkezditek túrni az internetet ezzel a motorral kapcsolatban,
igazság szerint nem fogjátok sehol azt találni, hogy azt mondják, hogy ez egy hulladék, ne vedd meg. Meg fogjátok találni az EGR szelep problémáit, a lekoszolódást, meg fogjátok találni a turbó problémákat, de ez is olyan dolog, hogy ki tudja, mennyi kilométer van azokban a motorokban, ki tudja, hogyan használták. Én azt mondom, nem csak tapasztalatból kiindulva, hanem szerelőkkel konzultálva is, hogy aki egy picit odafigyel erre a motorra, nem rúgja hidegen, normális időközönként cseréli az olajat, ez az én olvasatomból azt jelenti, hogy körülbelül 15 000 kilométer, és egy picit figyel rá, hogy minőségi üzemanyagokat használjon, tehát tüzelőanyagokat, olajat és minőségi szűrőket, ezzel a motorral 300 000 kilométerig tuti semmi baja nem lesz. Nagyon megbízható, nagyon jó motor. És több teljesítmény változatban volt ez ebben az autóban, konkrétan egy business felszereltség, 150 lóerős. Egy turbó, semmi trükk, ez egy 2000 köbcentis, 150 lóerős, 340 Nm-es motor. Ebből volt módosítva 180 lóerővel is, de én Bikmagfalváról azt mondom, hogy a 150-est kell választani, mert egyszerűbb, nincs annyira kiélezve, és meghálálja hosszú távon. És most, hogy 130, vagy 150 lóerő, vagy 180, majdnem mindegy, vagy 340 Nm, vagy 380, egyes papírok szerint 400, az is majdnem mindegy. Ez az autó elég jó megy, nyomatékból megy, nem kell pörgetni, nem kell vele sportolni, ez az autó nem arra való, hanem megmutatom, hogy mire. Például pakolni, családi autó, és ez egyébként, picit felejtsétek el a csomagtartót, ezt néztem a felszereltségében ennek az autónak, hogy nem titánium, meg titánium extra, meg nem tudom micsoda, hanem business. A business, vagy ahogy én szoktam mondani, buzinesze, ez az az autó, amit ilyen flottásoknak szánnak, akik nagy darabba veszik az autót. Ők azt mondták nekem, hogy ja, kipróbálhatod a Mondeót, ha akarod, de ez egy nagyon fapad. Az én olvasatomban ez az autó nem fapad, hanem én ezt úgy hívom, hogy racionális felszereltségű. Nincs benne 5-féle hangulatvilágítás, 10-féle színben, nincs benne mindenféle futófény, meg ez, meg az, meg amaz, mert ez nem kell. Ez nem kell nekem se, nem kell a feleségemnek se, mert nincs, csak menyasszonyom, ugye tánya? De nem kell a kutyánknak se, és nem kell a kutyának se, csak a marketingeseknek. Ebben nincs benne. Viszont benne van ez az űr. Ez viszont nagyon kell. Ez annak is kell, aki nagy családdal megy, annak is kell, aki a gyerek fürdetőkádját is el akarja vinni nyaralásra, annak is kell, aki a mountain bike-ot ide akarja rakni, nem pedig hátra vagy a tetőre. Ez mindenkinek kell. És ez itt, így ahogy most van, 525 liter. Küzdenek a súvosok, hogy 500 liter fölé menjenek, és tudjuk, hogy milyen trükköket csinálnak, hogy a padlót lejjebb süllyesztik, meg mit tudom én, hogy nincs egy síkba már, csak azért, hogy meglegyen nekik az 500 liter. Tessék, 525 liter, ha pedig kiveszem a kalaptartót, ledöntöm az üléseket, akkor 1670 liter, magyarul 1,6 köbméteres tér van itt. Kicsit beárnyékolja a helyzetet, hogy ezt picit lejjebb hozták, mint a tetővonal. Ezt már láttuk ügyesebben megoldva más autóknál, ezért ide olyan magas dolgot nem lehet betenni, mint itt a tetővonal ezt adná. Ezt nem is értem, hogy miért csinálta így a Ford, meg tudták volna ügyesebben oldani, de akár hova megyünk új autó bemutatóra, Mazda 6, Volkswagen Passat, bemutatják a családi kombi modelleket, az biztos, hogy a kivetítőn ott lesz egy Ford Mondeo adat. A belső tér mérete, a szélessége és a csomagtér mérete. Mert ez mindig a top 3-ban volt ebben a kategóriában. Mindenki a Mondeóhoz hasonlította, mert nagyon jól megcsinálják az utasteret. És megmutatom azt is, hogy ott is milyen trükköket csinálnak, hogy teret nyerjenek. A prémium AZ Meister tájlekenő anyagok a legzordabb körülmények között is maximálisan teljesítenek. AZ Meister tájlekenő anyagok az Onix autótól. Ez az, amiről beszéltem.
Nekem van beállítva az ülés elől, és így el lehet férni. És ezek azok a trükkök, ha megmutatod, tányácskó, azt az ajtót, hogy milyen szépen homorú, nem tolakodik be a kartámasz, összességében, ha be van csukva a két ajtó, és én itt ülök hátul, borzasztó nagy térérzetem van. És ezen a ponton nem érdekel, hogy hány centi, mert szubjektíve ezt az autót nagyobbnak érzem hátul, mint a Passatot. Ehhez hozzájárul az is, ennél az autónál konkrétan, hogy világos színű a belseje, mert ez a béz szín, meg a szürke, tehát ezek a világos színűek mindig fokozzák a térhatást. Mindig nagyobbnak tűnik, mint amikor fekete tetőkárpit, pedig egyesek hogy taposnak a fekete tetőkárpitért. Szerintem annyira nyomasztó, mert úgy érzem, mintha 5 centivel alacsonyabb lenne az autó. És ha már konkrétan erről az autóról beszélek, ennek az autónak az ára 5,1 millió forint, 123 vagy 124 ezer kilométer van benne. Nézzétek meg a küszöböt, mennyire szép, mennyire nincs agyonrugdosva, sem a műanyagja, sem az egész. Az első ülésen is lehet látni, hogy nem kopott, nincs kiülve. Ez a hátsó ülés is borzasztó kényelmes, és nincs összehasonlítási adatom, számokat nem tudok nektek mondani, de ez a hossz ülőfelületben nagyon ritka, nagyon hosszú. Figyeltek arra, hogy jól alá legyen támasztva a comb, hosszú legyen az ülőfelület, ezt még hangsúlyozzák is azzal, hogy kicsit így előre jön. Összességében, tudjátok, én mindig Volkswageneket használok, Volkswagen csoportos autót, A6-os Audi volt nekem is, volt a családban is, meg, de ezt a térérzetet nem adja, mint a Mondeo. Valahogy ezt annyira ügyesen csinálják, és elmondom harmadszor is, remélem már unjátok, hogy a Ford nagyon ügyesen játszik a centikkel, meg a szubjektív térérzettel. De látjátok, nagyon jó, nem kombiautóról beszélünk, nem esik a tetővonal, egyszerűen jó itt ülni, jó itt utazni. De milyen vele menni, ugye? Ezt is jó lenne kipróbálni, és ki is fogjuk. És amit a értékesítők már fapadnak hívnak, az most itt 2021-ben az az, hogy természetesen automata klíma, természetesen ülésfűtés, természetesen kormányfűtés, csak nincsenek benne azok a megszokott és az új autókban, a vadonatúj autókban elterjedt dolgok, hogy hangulatfényeket lehet beállítani, meg stb. Nincs LED Matrix fényszórója, de könyörgöm, ez az autó egész jól néz ki. Egy dolog tűnt fel nekem, hogy aki ezt vezette, annak a tenyere vagy nagyon izzadt, vagy valami nagyon furcsa kézkrémet használt, mert így kicsit így megmarta a kormány. Nem azt mondom, hogy meg van kopva, hanem inkább ez így megmarta. Úgyhogy ha én megvenném ezt az autót 5,1 millióért, mert esküszöm, vállalni tudnám, én ezt a kormányt például átbőröztetném, mert hogyha egyébként itt nézzük körbe ezt az egészet, akár kívül, akár belül, alig látunk rajta használati nyomokat. Tehát ezt valaki olyan használta 123 ezer kilométerig, 123.580 kilométerre, hogy nem ütötte, nem verte, kicsit vigyázott is rá, nincs itt agyonverve, nincs lekoptatva, jól néz ki. És azok a felszereltségi dolgok, ami például nekem fontos, de azt gondolom még több másik társamnak is, hogy tempomat, ülésfűtés, kormányfűtés, első ablakfűtés, fűtőszállal, Fordról van szó, ez is mind belefért a biznisz csomagba, nem kell a titánium. Automata állása nincs a lámpának, azt nekünk kell bekapcsolni, gondolom akkor nappali menetfényen sincs, bár nem néztem meg, és ennyi. És innentől kezdve pedig van egy normális mutatós óránk, ami mutatós, szójáték, alert, és van egy kombinált kijelzőnk, ahol a fogyasztás és egyéb adatokat megjeleníthetjük, TFT kijelző, és ha beindul, mikor eléri már az alapjárati fordulatszámot, gyakorlatilag nincs
rezonanciája. Hiába dízel, nincs rezonanciája. Van egy kis dízeles morgó hangja, de hát legyen már. Úgyhogy tányacskó, léci, pattanj be, menjünk, próbáljuk ki ezt az autót menet közben milyen, mert én magam is kíváncsi vagyok rá. Műsorunk támogatója az Eurofleet ZRT prémium használt autócentruma. Használt autók akár négyszeres garanciával. Most van az, hogy kimegyünk a jó kis Mondeóval. Ami rögtön feltűnik, kicsit visszaveszem a befúvást, hogy ne legyen annyi hangja, ami rögtön feltűnik, hogy egész korrekt ez a dízelmotor. Nincs morgó hangja, és főleg nincs rezonanciája, amit áthoz. Ez jó. Nagyon jó a váltó is. Így most első érzetre. És nyilván nem nyomom most a hideg motornak, de még a hideg motornak a kerregése sem jön be ide az utastérbe. És észrevettem rögtön váltásnál, mert nekem már rááll erre a szemem, hogy ez a motor is, mint ahogy a benzinesek is, picit tartja a fordulatot, hogy a következő sebességi fokozat szinkronizálása az nagyon finoman menjen. És ez nagyon jó annak, aki nem tudja a kuplungot meg a váltót jól összehangolni, de engem egy picit zavar, és ez a Fordoknál annyira érződik mindegyik modellnél, a Focusoknál is, meg a Mondeónál is, hogy itt megtartja azon a fordulaton a motor fordulatát, ahol a következő sebességi fokozatnak lesz a megfelelő áttétele. Magyarul, ha hülyén váltok, akkor se fog így bakkecskézni az autó, mert tartja a fordulatot. Ez egy vezetést könnyítő trükk, sokan szeretik is, nem tudom, nem rossz, de nekem nincs rá szükségem. Tehát azért hamar el szoktam találni azokat a váltási pontokat, ahol nem bakkecskézik az autó, de el tudom képzelni, hogy van, akinek esetleg ez jó lehet. Ez viszont mindenkinek jó, hogy 1500-as fordulaton megnyomva már nagyon szépen húz az autó, és ami megint csak nagyon jó, illetve én nagyon szeretem, amikor terhelés ad az ember a motornak, és nem változik a hangja. Ugye nem arról van szó, hogy gázt adok a dízelnek, és elkezd keregni, mint a régi direktbefecskendezős robúrok, hanem nagyon szépen egy picit nő csak meg a hangja a motornak, és nagyon jól húz. És nincs kizárva, hogy van valami kiegészítő fűtése, ha más nem elektromos, mert alig indultunk el, már kúszik fel szép lassan a vízhőfokmérő is van, tehát ez is kúszik fel szépen, és kezd üzemi hőfokú lenni a motor, illetőleg a hűtővíz. Ezt azért hangsúlyozom, mert tudjátok, üzemi hőfok akkor van, amikor a olaj eléri az üzemi hőfokot, nem pedig akkor, amikor a víz eléri az üzemi hőfokot. De ez már csak az én nyomorom, ne is foglalkozzatok vele. A lényeg az, hogy 1580 kg ez az autó nem könnyű, ez érződik is a futóművön, például, hogy nagyon komfortos. Minden hátránynak van egy előnye, az biztos, és ezen is érződik, ahogy itt átmentünk a Gödrös úton, a vasúti átjárón, hogy nagyon jól rugózik, komfortos. Azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen szempontból például passzátverő, mert a passzátoknak, vissza is veszem az ülésfűtést, mert megfő a seggem. A passzátoknak valahogy egy hajszányival keményebbre hangolták a futóművét véleményem szerint, mint az szükséges lenne, és ez az a jó hangolás a Mondeó esetében, amit én kedvelek, mert tegyük a szívünkre a kezünket, azért kell a futómű, hogy biztonságos legyen, tehát hogy ne kezdjen el imbolyogni 140 fölött, vagy 140-nél az autópályán, meg oldalszélbe, meg mit tudom én micsoda, de valójában ezzel az autóval nem indul senki szlalomversenyen, ezzel az autóval nem fogunk keménykedni, ezzel az autóval a családdal utazunk, és arra ez a komfortos futómű tökéletes. Egyébként a futóművet tekintve hozza elvárt szintet elől a McPhersonnal, átul a keresztlengőkar hossz irányba megvezetve, nagyon hasonló a futóműve szerkezeti felépítés, mint a Focusé, és a Focusé tudjuk, hogy nagyon jó, ezért is jó, nem meglepő, nagyon jó a futóműve
ennek az autónak, és most már üzemi hőfokon van legalább a vízünk, úgyhogy egy picit megnyomjuk, előzünk. Csendes. Kapcsolom a hatodikat. Ennyi. A világ végéig elmegy így. Komolyan mondom, ezt megint csak így most négy szem közt, barátok közt mondom el, nekem konkrétan ez a sorozatú Mondeo, tehát ez az előző generáció, ugye már jött egy újabb, a nagy központi panel, meg touchscreen, meg mit tudom, micsoda, ez a Mondeo sokkal jobban tetszik. Hozzám közelebb áll. Közelebb áll, ugyanúgy megvan a trip computer, ugyanúgy beállítható, ugyanúgy ráhangolom a telefont, ugyanúgy működik minden, amire szükségem van, de nincs túl bonyolítva, és itt vannak a gombok, a kapcsolók. Nem mondom, hogy ez a középkonzol a világ legjobbja, de meg lehet szokni, és hamar megtanulja az ember, hogy hol van a gomb, azok a gombok, amit legtöbbet kezel. Tehát ez egy egész jó, jól kezelhető, jó autó. Most direkt egy picit jobban húzatom a motort, nem úgy, ahogy egy dízellel vezetni kell, csak kíváncsi voltam rá, és be is jött, hogy ez a motor a Ford Pumától, tehát a 2.2-es TDC-től sokkal jobban szeret pörögni. Tehát nem arról van szó, hogy 2000 és 3000 közé van hangolva, és ott van az, hogy lehet vele jól menni, utána meg már csak a hangja nő, hanem ez most itt, ahogy egy picit megtapostam, hamar beleszaladt a 4500-ba, és csak 5000-nél szabályoz le. Tehát egy ilyen pörgősebb dízelmotorról van szó. Konkrétan nekem szimpatikus. Használt autóról beszélünk. Leállítom, ne szennyezzünk állóhelybe. Jól beszélek, Tánya? Állóhelybe szennyezni az a legrosszabb, mert nem haladsz, de mégis megy a motor. Ezért ezt nem jó csinálni. Meg akarom nézni, hogy az Unix-nál hogyan lehet hozzá kapni a alkatrészeket, milyen árszinten és mennyi félét lehet hozzá. Ez mindig lényeges egy használt autó vásárlásnál. Unix autó, és akkor nézzük. Személyautó, kérjük válasszon. Hát ez nem más, mint egy Ford. Azon belül pedig Mondeo. Azon belül a dízelmotoros változat, 2000-es, évjáratban a 2017-es és a 150 lóerős kiválasztás. Nézzük meg a cikkcsoportokat. Én mindig a fék futóműre szoktam menni, mégpedig először a felfüggesztés kormányzás, ahol a kormány összekötő rúd, tovább a ciklistára, és akkor rögtön látjuk a kormány összekötő, 17 000 az AZMT, SIDEM 11 000, Lemförder 21 000, TRV 19 000, Hanspries, Meile, MAPCO, Meile 13 000, nagyon sokféle van, ez jó érzéssel tölt el minket, mert valószínűleg jó áron lehet majd szerezni hozzá, illetve még meg szeretném nézni a motornál a szűrőket, például az olajszűrőket, hogy szerintem ez az autóhoz tipikusan az, hogy mindenki gyárt szűrőt. Igen, AZMT 2050 forint, Hengst 2700, MAN 6000 forint, Sofima 3000, Bosch 5000, Filtron 2700, Knecht 6200, tehát az olcsóbb egyszerűtől, vagy nem olyan nevestől, a prémiumig minden van. Most hirtelen még eszembe jutott, hogy a lengéscsillapítót megnézem, mert erre is kíváncsi vagyok. Lengéscsillapító. Tovább a ciklistára. És egyből gondoltam, optimál, Sachs. Hát ebből csak ennyi, optimál és Sachs van a első és hátsó. Ez kicsit csalódás, azt gondoltam, hogy több lesz, mindegy, az első lengéscsillapító 45 000, a hátsó 24 000, ez is kifizethető. Tehát sok dolog van hozzá,
ez mit mond nekünk? Felhasználóknak, hogy sok dolog van hozzá, azt mond nekünk, hogy érdemes ilyet venni, akár használtan is, mert azok a dolgok, amik elhasználódnak, amiket ki kell cserélni, hozzá lehet jutni jó áron. Akkor vigyük vissza ezt az autót, ahonnan elhoztuk az Eurofleet-től. Ha érdekel titeket ez az autó, menjetek, nézzétek meg az Eurofleet-nél. 123 ezer kilométer, 5,1 millió, én azt gondolom, ez egy jó vétel. Én simán megmerném venni, és ne féljetek tőle, hogy dízel egy jó ideig még a dízel autókkal, pláne a Euro 6D-vel sokáig be lehet menni a városba, nem lesz itt semmi őrület, és nekem tényleg tetszett. Ez az autó konkrétan nagyon tetszett. Családnak használni, kicsit prémium ez a vajszínű belső, mind szétesve, nekem tetszett. Nektek hogy tetszik? Hogy tetszett? Kommenteljétek be, ahogy szoktátok, szívesen veszem, elolvasom, megbeszéljük. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen, hogy néztétek a videót. Iratkozzatok fel a Speedzone YouTube csatornájára, klikkeljétek be a csengőt, ahogy mondták a kollégáim, hogy mindig azt mondom, klikkeljétek be a harangot, a harang az meg a templomba van. De akkor klikkeljétek be a csengőt, és megkaptok minden értesítést, mert még több autótesztel jövünk. Sziasztok!